Sziasztok, Atis vagyok, és ugat a szomszéd 100 éves kutyája, beleszáll a repülőgép a felvételbe, meg a légy így repül bele a kamerába. Így forgas. Sziasztok, Atis vagyok, és nagyon szeretettel köszöntelek titeket itt az Anime Egyetem csatornáján. Ez is eljött, itt van a nyakunkon a nyári anime szezon, én pedig szokásomhoz híven elhoztam nektek a 10 legjobb, legalábbis általam legjobbnak gondolt animét a nyári szezonból. 41 frissen induló anime sorozatunk van, abból 26-ot néztem meg, ugyanis a többi vagy ratyi volt, vagy többedik szezonos, amit nem tudtam megnézni. Egyébként a szokásosnál is kevesebb időm volt forgatni bizonyos okokból, úgyhogy ezt a 26 animét letoljam, hát éjjel-nappal, reggel, este, vonaton, buszon, metrón, fürdés közben, WC-n ülve, minden egyes pillanatban animéket néztem, csak is miattatok. Igen, még akkor is. A 26 részt jegyzeteltem, rangsoroltam, elvégeztem mindenfajta piszkos munkát, csak azért, hogy nektek ezüstálcán kínálhassam a legjobb animéket, nektek csak ide kelljen tenni ezt a bizbaszt, nem tudom, hogy hívják, előke vagy mi, és élvezhessétek a legfinomabb falatokat. Mielőtt azonban rátérnénk a top 10-re, gyorsan még szót ejtenék 3 darab animéről, ami fontos, illetve a plusz 10 föl ajánlanék párat, hogy ezt megszokhattátok, amik ugyan nem jutottak be, de jók lehetnek, ha kibontakoznak, meg valakinek ízlésének megfelelően jók lehetnek, úgyhogy nézzük meg azokat is nagyon-nagyon gyorsan. Az első dolog, hogy nem. Nem tudtam megnézni a Berserket, egyszerűen ez a full CGI nekem annyira mű, annyira nézhetetlen, hogy még egy ilyen legendás anime esetében sem tudtam rávenni magam, hogy végignézzem. Olyan mű nekem ez a full CGI világ, mintha egy guminő lenne. Mondhatod nekem, hogy hát nem beszekszik veled, meg nem kell vacsorázni vinni, meg nem fáj a feje, de hát na. De ha valakinek nem fekszik meg a gyomrát a full CGI, akkor bátran tehet vele egy próbát. A következő delikvens a méltán híres D. Grayman folytatása, amit nagyon sajnálok, hogy nem tudtam megnézni, ugyanis az eredeti sorozatnak csak az első 30 részét láttam kb., hogy miért nem néztem végig, azt nem tudom, mert tetszett egyébként, de így nem tudtam megnézni, mert a mangát folytatja kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de nektek bátran ajánlom, mert ha hozza az eredeti sorozat minőségét 2016-os grafikával, akkor ez csak jó lehet. És végül ott van a Nanatsu no Taizai, az egyik legjobban vártam a nyári címek közül, de még másfél hónap van kb. Az első rész kiadásáig, hogy miért ilyen hosszú, azt nem tudom, de még várhatok egy darabig. Nézzük meg gyorsan a plusz 6-ot, illetve még 2-t ajánlnék nektek, egyet a fiúknak, egyet a lányoknak. Nagyon beteg evetemült aminémék, én nem fogom nézni, de nektek hát, ha jó lesz. Ott van a Cheer Danshi lányoknak, amiben pompom srácok ugrándoznak. És hát biztos tele lesz lányoknak szóló fanszervisszel, biztos majd rakosgatják egymást is, egymásra zuhannak herével, meg mit tudom én, úgyhogy lányoknak tuti jó lesz. Ott van még a Maso Gakuen, amiben pedig a főszereplő lányok, akik harcolnak, úgy tudják az erejük 100%-át kihasználni, hogyha az egyik srác felizgatja őket. Ja. A pluszad animénk a Relife, amiben egy 26 éves srác visszakerül a középiskolás testébe és újra elmegy középiskolába, érdekes lehet. A Scared Rider, amiben különféle lények támadnak, nekik meg különféle erejük van, egész jó kis harcjelenet volt, nem nagy szám, de hát ha jó lesz. Ott van a Tabu Tattoo, amiben egész jó harcjelenet volt, de kicsit furcsa az animálása, kicsit furcsa a mozgás, még nem bontakozott ki a sztori, nem mertem beletenni, de hát ha jó lesz. Ott van még a Tales of Zestiria The X, ami ilyen kis fantasy világban katakombák felfedezésével zajlik, szép a grafika, érdekes lehet, még nagyon semmi nem történt, de hát ha jó lesz. Ott van még a Time Travel Shoujo, amiben egy lány visszaugrik az időben és híres tudósokkal találkozik. Egészen érdekes koncepció, hát ha meg tudunk különféle történelmi információkat is, illetve tudományos információkat, tök jó lehet, egyelőre még nem sokat mutatott, de hát ha jó lesz. És végül az Amanchu, aminek tök érdekes főszereplő lány karaktere van, nagyon furán néz ki, meg furcsán viselkedik, de pont emiatt humoros és érdekes lehet, meglátjuk. Na de most már ténylegesen nézzük meg a legjobbakat. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem, és a top 10 legjobb anime a 2016-os nyári anime szezonból az első részek alapján.
A tizedik animénk a Nejimaki Seirei Senki, aminek története szerint két szomszédos birodalom háborúzik egymással, közben pedig főhősünk, aki elég lusta és egyébként nőfaló és hihetetlenül intelligens és pacifista, mégis csatlakozik a hadsereghez bizonyos okokból, hogy letegye a nem is tudom milyen military exam-et, hozzá csatlakoznak más főhőseink is, a hajójukkal hajótörés szenvednek, kikötnek egy szigeten, ott különféle érdekes események történnek. Az első rész végén láthatjuk, hogy inkább a következő részek fognak nagyon izgalmasak lenni. Úgyhogy érdekes alapkoncepció, érdekes párbeszédek voltak, volt feszültség, egészen szép grafika, úgyhogy szerintem egy tök jó dolog sülhet ki ebből az animéből. A 9. animénk az Amamatu Inazuma. Aki látta az Usagi Drop című animét, az valami hasonlóra számíthat itt is. Főszereplünk egy 24 éves tanár apuka, akinek fél évvel ezelőtt meghalt a felesége, és egyedül maradt a rém cuki kislányával. Az ő történeteiket és kalandjaikat követhetjük nyomon, rendkívül bájos és cuki, nagyon színbelengető és vicces is egyben, úgyhogy emiatt én bátran ajánlom mindenkinek. A 8. animénk a Fukigen no Mononokeam. Ezt az animét magamtól nem néztem volna meg, mert nem tűnt annyira érdekesnek, viszont pozitívan csalódtam benne. Fősünk egy átlagos iskolás diák, aki sétál hazafelé és belebotlik egy általa plüss állatnak vélt kis szörnyecskébe, ami egy jókáj, azaz valami ilyen kis szörny, vagy szellem, vagy hasonló dolog, ilyen kis cuki fehér pamacs, és ami ráakaszkodik főhősünkre, és teljesen leszívja az energiáit, és emiatt gyakorlatilag életképtelenné válik. Ebből kifolyólag kéri egy ördögűző segítségét, aki segít is neki, hogy mi történik ezután, azt nem árulom el, nézzétek meg a részben, viszont kellemes hangulatú, vicces, bájos a szörnyecske, nagyon cuki, még egy kis mondani valót is elhintettek benne, úgyhogy szerintem egy tök jó kis animét kapunk itt majd a jövőben. A 7. animénk a Battery. Ez egy sportanime, aminek a középpontjában a baseball áll. Főhősünk Takumi a White Tigers dobója, vagyis dobója volt, mert ugye elvégezte az általános iskolát, most megy középiskolába, egy másik városba átköltözött, és szeretne csatlakozni az ott lévő új csapatba, és kijutni a nemzetközi bajnokságra. Vagyis ezt csak sejtjük, hogy szeretne majd csatlakozni, mert hogy igazából ezt még nem is láttuk iskolában, nem is történt semmi. Az első részben csak a beköltözést látjuk, illetve hogy megismerkedik az egyik jövőbeli csapattársával, aki pedig egy catcher, azaz egy fogó. Azért került ilyen hátra, mert noha hangulatos és élvezetes, még nem történt igazán semmi, nem tudjuk, hogy a baseball izgalmas és érdekes lesz az animében, mert konkrétan nem játszottak még, úgyhogy van itt egy kis bizonytalanság, viszont mind rajzolásra, mind sztorira, mind megvalósításra igényesnek tűnik, úgyhogy én várom a következő részt. A 6. animénk a Handakun. Handa ismerős lehet nektek a Barakamon című animéből, vagyis kurvára nem lehet ismerős nektek, mert ember nem nézte meg ezt a kritikámat, nem is értem miért, jó, mondjuk a YouTube is elcseszett ott valamit, nem említettem meg, kiküldte, nem küldte, de nagyon az egyik legkevesebb nézettség van ezen az anime kritikámon. Noha a Barakamon nagyon-nagyon megérdemli a nézettséget, mert egy tök jó animéről van szó. Nos, ez az anime a Barakamonnak az előtörténete, viszont semmi köze hozzá eddig látszólag, csak a főszereplő Handa ugyanaz, akit ezúttal középiskolai környezetben látunk. Baromi szórakoztató, baromi vicces, baromi jól meg van csinálva, én kiválóan szórakoztam rajta, úgyhogy ha könnyed kikapcsolódásra vágytok, akkor nézzétek meg a Handakun első részét. Az 5. animénk a Days. Ez gyakorlatilag egy Haikyuu, csak focisban megcsinálva. A rajzolás is hasonló, a történetben is hasonló sablont kapunk. Van egy főszereplőnk, aki kis kicsi, alacsony, béna, igazából nagyon gyenge a fociban, és hát még soha életében nem focizott, viszont focizik egyet, és innentől kezdve az lesz az álma, hogy focizhasson tovább, és hát hihetetlen kitartással tesz azért, hogy ez az álma teljesüljön. Hangulatos, érdekes, kedvelhető karakterekkel, és remélem, hogy a későbbiekben izgalmas foci meccsekkel lesz ez tarkítva, és a Haikyuu színvonalon tudnának hozni egy hasonló dolgot, tehát egy közel reális focit némi animés látványvilággal, kis történésekkel megfűszerezve, akkor szerintem egy baromi jó dolgot kaphatnánk, mint akár csak a Haikyuu anime esetében. Bár, mi a szar ez a fején? Ott van állandóan ez a nyomorult pír az arcán. Egyszerűen borzasztó, úgy néz ki, mint egy balfék. Én komolyan mondom, ha nem szedik le ezt a pírt a fejéről, baromi béna, én nem nézem tovább ezt az animét. A következő animénk a 91 Days. Ez egy gyönyörűen megrajzolt, baromi hangulatos maffia dráma, ami az 1900-as évek elején játszódik. Főszereplőnk Avilio családját még gyermekként kivégzi a maffia, ő bosszút esküszik, és 7 év után neki is lát, hogy a bosszúját beteljesítse. Az anime nagyon szépen visszaadja a kor hangulatát, a rajzolás is nagyon szép, izgalmas, érdekes, úgyhogy szerintem egy remek animének nézünk elébe. A következő animénk a Mob Psycho 100, ami egy nagyon beteg anime.
Igazából nekem nem is volt kedvem megnézni ezt az animét, mert nem tetszett a rajzolása, de abszolút pozitívan csalódtam. Már a főszereplő rajzolásából láthatjátok, hogy nagyon hasonló a One Punch Man-éhez, ami nem véletlen, mert ezt is One készítette, a One Punch Man alkotója. Főszereplőnk Mob és az ő szelleműző mestere Reigen. Mob hihetetlen pszichikus erővel rendelkezik, bármilyen szellemet pillanatok alatt kivégez, az ő mestere Reigen pedig egy totálisan átlagos ember, aki szelleműzőként adja ki magát, méghozzá a világ legnagyobb szelleműzőjeként, ezzel még a saját tanítványát is megvezetve egyébként. Az ő duójuk adja a humort, a rajzolás szándékosan lebutított, helyenként szinte szörnyen ronda, de valahogy ez adja az anime eszenciáját, hihetetlen jól működik a humor, baromi vicces, én kiválóan szórakoztam rajta, sőt szakadtam rajta, nagyon-nagyon jó volt, és még epic jeleneteket is kaptunk, úgyhogy én nem csalódtam van ezen munkásságával, szerintem ti se fogtok, nézzétek meg nyugodtan. A második animénk az Orange. Ez egy teljesen átlagos világban játszódó anime, ahol a főszereplőnk Naho kap egy levelet a 27 éves önmagától. Baromi érdekes az alapszituáció. Elkezdi olvasni a levelet, és az abban írtak sorról sorra valóra válnak, és a jövőbeli énje leírja neki, hogy min változtasson, hogyha el akar kerülni egy jövőbeli tragédiát. Ez a megváltoztatni a múltat és a jövőt alapsetting nagyon érdekes és rendkívül hangulatos. Vannak benne érzelmek, van benne humor, némi romantikát is kapunk. Az egész egy nagyon intelligens, nagyon jól összerakott, nagyon hangulatos animének tűnik, bátran ajánlom, vigyétek, vegyétek, nézzétek. Az első animénk, hölgyeim és uraim, nem más, mint a Servamp. Na ez az anime tudja, hogy hogyan kell megfogni a nézőket, főképp hogyan kell megfogni a női nézőket, mindent bevet a fegyvertárból, amilyen csak van. A lányok ugye imádják a vámpirokat, főleg az aranyos vámpirokat, illetve a lányok imádják a cicákat, főleg a cuki cicákat. Öveket bekötni? Ebben az animében van egy srác, egy vámpír srác, akit ha napfény ér, akkor cuki cicává változik. A hölgy nézőim ebben a pillanatban már le is álltatták a videót, és már rég nézik az első részt, jó szórakozást hozzá. Ez a vámpír srác egyébként egy szervamp, azaz egy szolga vámpír, aki azt tudja, hogy csak is a gazdája vérét isz, a cserébe viszont teljesíti minden kérését. Fősünk a Mahiruval formálódik köztük egy ideiglenes kontrakt, összekapcsolódnak, és 24 órán keresztül nem tudnak elválni, közben pedig igen csak nagy bajba kerülnek. Egyszerűen nézeti magát az anime, a vámpír srác lusta szarok bele attitűdje vicces, nem úgy, mint sok más anime esetében, a macska alakja baromi aranyos, a főhősünk szerethető, király harcok vannak benne, úgyhogy egyszer spint, ez egy baromi jól összerakott anime, én várom a második részt, sőt, amint ezt a videót leforgattam, nézem is a második részt. Hölgyeim és uraim, ez volt már az Anime Egyetem és a Top 10 anime első rész alapján a 2016-os nyári szezonból. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, illetve mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban, főleg mondjátok el azt, hogy nektek melyik anime tetszett és melyik nem ebből a válogatásból, mit tennétek bele, mit vennétek ki, mit ajánlátok másoknak, úgyhogy mindenféle ehhez hasonló dolgot írjatok le a komment szekcióban. Látogassatok rá az Anime Egyetem Facebook oldalára is, illetve Instagram oldalára is, mert az is van nekünk, illetve a leírásban vannak még király Facebookos csoportok, animés csoportok, oda is látogassatok el, mert tök jók. Remélem találtok tök jó animéket, ami tetszeni fog és követni fogjátok a szezonban, ha igen, bátran írjátok le a komment szekcióban. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, sziasztok!